Az a jelenség, hogy a károkatonák városban tartózkodjanak, nagyon ritka. Természetes élőhelyük a horgásztavak, bányatavak és nagyobb egybefüggő vízfelületek, ahol könnyen halászhatnak. Boldog Gusztáv természetvédő elmondta, ez a jelenség legutóbb 5 évvel ezelőtt, 2012-ben volt megfigyelhető Békéscsabán. Nagy károkatonát is lehet itt látni az élővíz csatornán, és az egyik közeli rokonát, a kis károkatonát is lehet, tehát azzal is találkozhatunk. Mind a kettő viszonylag ritkán jön be az ember környezetébe. Általában olyankor szorulnak be a belvárosba, amikor máshol már kint a természetben nem találnak szabad vízfelületet, minden befagy, minden lekeményedik. Olyankor itt bent a városban vannak melegvízkifolyók, vannak hidak, híd környéki területek, ahol egy kicsit jobban mozog a víz, ezeket a vízfelszíneket ilyenkor elfoglalják a madarak. Ezek a madarak a szóbeszéddel ellentétben nem jelentenek fenyegetést a belvárosi zöld területek élőlényeire, viszont a horgászoknak okozhatnak némi bosszúságot, ugyanis levadászhatják az orruk elől a kifogni kívánt halat. Én természetvédőnként azt mondom, hogy a természet az egy olyan bonyolult rendszer, hogy minden természeti lény, ami ebben benne van, az megtalálja benne a helyét. Tehát nem jelent fenyegetés semmire. Hogyha viszont halász vagy horgász szemmel nézem, akkor a horgásznak a kedvenc halát lehet, hogy pont a károkatona fogja ki ezeken a teleken, de hát neki is élni kell, tehát ugyanazon táplálkozik, mint azokon a halivadékokon például, amit mondjuk a horgász később kifoghat. Tehát ha horgász szemével nézem, akkor mondhatom azt, hogy kárt okozhat, de természetvédőként semmiféle károkozásról nem lehet szó. A károkatonán kívül az idei télen a szélsőséges hideg miatt több olyan madárfajt is láthatunk, melyek egy átlagos évben nem bukkannak fel, de most beköltöztek az élővízcsatorna állandó lakói a vadkacsák mellé.